Az elmúlt héten 4 napon keresztül Debrecen adott otthont a 121. felnőtt országos úszóbajnokságnak, mivel az OB egyben világbajnoki válogató is volt, a teljes magyar élmezőny rajtkőre állt. A nyíregyháziak minden szintidővel rendelkező úszójukat nevezték, így összesen 16-an indultak el a versenyen. A legjobban Szurovcsák Ives szerepelt, aki egy ezüst és egy bronzéremmel tért haza Debrecenből. Urbin Tamás tanítványa az 50 és a 100 méteres mellúszásban is megjavította egyéni csúcsát. Ivet 50 méteren 31 másodperc 71 százados idővel másodikként, 100-on pedig 1 perc 9 másodperc 97 százados idővel harmadikként ért célba. Mindenképpen szerettem volna egy dobogós helyezést elérni, mert már 3 éve vagyok a felnőtt mezőnyben, és eddig mindig sikerült egy érmet hoznom, még tavaly is, amikor egy tűzős mandulagyulladásból mentem, úgyhogy mindenképpen szerettem volna egy érmet hozni, és 2 lett belőle, úgyhogy nagyon örülök neki. 100-on nagyon jól sikerült, délelőtt és délután is a rajtom, viszont 50-en a döntőbe egy kicsit ott elmaradtam, de lehet, hogy csak azért, mert így a többiekhez ugye én azért ugye az átlagosan a mezőnytől 1-2 fejjel alacsonyabb vagyok, így ez a vízbeérkezés után azért szokott látszódni. Így én úgy gondolom, hogy a rajton, illetve a fordulón és a beérkezésen kell még csiszolni, és a távközi úszásom az egyre jobb, de ezek is változnak. A 2 érem mellett még 3 döntőben szerepeltek nyíregyházi úszók. Gyula Sándor tanítványa Hatházi Dóra 200 pillangón a 6., 100 pillangón pedig a 8. helyen végzett. A Szurovcsák Ivet Hatházi Dóra Trizner Olivér Valent Gergő összeállítású 400-as mixváltó a 7. helyet szerezte meg. Mindenképpen elégedett vagyok, vannak javítandó dolgok, főleg technikailag, de én azt mondom, ezek az eredmények, ezek előremutatóak, és örülök a döntős helyezéseknek, nagyon örülök a vártó döntős helyezésének, illetve hát ott a 7. helyet meg tudtuk szerezni, de én azt mutatom, aki az egyéni eredményeken kívül már váltóba is ilyen eredményt tud elérni, az a csapat erejét is mutatja. Az utánpótláskorú versenyzőink mellett ilyen felnőtt versenyzők állnak példaként, akkor én bízom benne, hogy több gyerek választja ezt továbbra is a első számú sportágának. Én azt hiszem, hogy az idén rendezendő külföldi versenyek, hiszen EOF lesz, ifjúsági Európa-bajnokság, junior VB-t rendezünk Budapesten, illetve emellett a VB Dél-Koreában, illetve még univerziádé is lesz. Én azt mondom, hogy 2, esetleg 3 versenyzőnk is valamelyik el ott lesz. A nyíregyházi úszók közül 6 versenyző Gyula Sándor edzővel a hét elején 2 hetes olaszországi edzőtáborba utazott a Herakles program keretében. A későbbiekben pedig a tervek szerint az univerziádét megcélzó Szurovcsák Ivet is beiktat felkészülési programjába egy külföldi edzőtábort.